Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. Kedves nézőink, november 18-án szombaton este 18 órakor a Hotel Magyar Király Kupola termébe várjuk Önöket Kodá és Európa címmel a Herman László Kamara Zenekar hangversenyére. Közreműködik Fehér Csaba, Hegedű, illetve Kára Szandrás Gordonka művész, a Herman László Kamara Zenekar művészeti vezetője, a vendégem idősebb Major István tisztette, köszöntöm. Azt hiszem, hogy a Kodály emlékév egyik olyan eseménye, amit már nagyon vártunk, mégpedig azért, mert hogy Kodály mellett, Kodály Zoltán művei mellett megszól a Benjamin Britten, Respigi, Stravinsky és Sostakovics művek egyaránt. Ez egy különlegesség lesz. Kodály és Európa ez a címe, és kortársakat választottak. Azt hiszem, hogy ez mindennél többet mond, mert óhatatlanul is ebben az esztendőben a Kodály munkásságához kapcsolódóak hiszen korban is, ahogy majd a későbbiekben erről beszélgetünk, korban is, és az alkotószenvedély és a szakmai tudás is ugyanolyan volt, mint a mesteré. Úgy gondoltam, hogy zajlik ez a Kodály emlékév. Egy kicsit azt a címet is adhattam volna alcímnek, hogy Kodályról másként, minden Kodály koncerten, ami emlék koncert, ugye Kodály művei csendülnek fel, ami csodálatos és nagyszerű dolog. Most én úgy gondoltam, hogy egy picit nézzünk körül, hogy amikor a Hári, vagy a Psalmus, vagy a Budavári Tedeon megszületett, megszólalt, ugyanakkor Európában mi történt a zenébe? Kik voltak a kortársai, és vajon milyen stílusba alkottak? Mi az, ami más náluk, mint Kodálynál? a, a másik az, hogy úgy gondoltam, hogy picit arra is rávilágítani, hogy Kodály kikkel volt kapcsolatba, mert például Sosztákovicssal élő kapcsolata volt, Britnnel élő kapcsolata volt, Stravinsky-jal is, talán legkevésbé Respégivel. De ez persze csak egy, egy ilyen kvázi szondázás Európába, mert hát nagyon sok szerzőt lehetett volna egy Csak én úgy gondoltam, hogy egy párat abból az időszakból, amikor Kodálynak ezek a csúcsművei megszülettek. Igen, hiszen tapasztaltuk a Kodály emlékében, hogy a népdalfeldolgozások, a Székelyfonó, a Hári János, a Psalmus Hungarikus, a Budavári Tedeum egyaránt műsorra került Székesfehérváron, és valóban, hát ez szükség van arra, erre a kitekintésre. Ha már britain említettünk, Sir Britain, a grófja, azt hiszem, hogy ő egy kiváló, hiszen Bartók, Schönberg, Stravinsky és Berg mellett Kodály rajongó volt, és remek kapcsolatban voltak. Olyannyira kapcsolatban voltak, hogy ő járt Budapesten, amikor kodály együtt volt, és közös programokon vettek részt, nyilván Britney bemutató is volt, ugyanakkor Britney meghívta őt erre bizonyos fesztiválra, mint díszvendégnek, művelyel hangzottak. Britneynek ez, ez, gyakorlat volt, hogy erre a fesztiválra, amelyeknek ő volt a házigazdá, meghívott külföldről mindig, mindig kiváló zeneszerzőket, töb, többek között Kodályt is. Igen. Tehát ezért is választottam én ezt a művet. Igen, hát ha Britneyről még visszatérünk röviden, ugye a Péter Grimst mindenki ismeri, de leginkább a Szent negatívan álom, hiszen arra emlékezhetünk még legalábbis a zenetörténelem fontos része, hogy Solti György vezényelte a Covent Gardenben ezt a fantasztikus darabot. Stravinsky. Stravinsky. Stravinskyról ugye azt Kell, hogy tudjuk, hogy a 20. század egyik legnagyobb hatású zeneszerzője volt. Ezzel nagyon sok mindent mondtunk, de voltak éppen semmit, ha tetszik, hanem. Miért esett stravinsky a választás? Ez stravinsky azért is a választás <coughs> többek között, mert van egy bizonyos közös pont. Igaz, hogy teljesen másképp használja Stravinsky és Kodály, de mégis közös pont a népzene. Stravinsky zenéje hosszú életútja során, amely körülbelül odájjal azonos, mert ő is 82-ben született, 1882, és 1971-ben halt meg, túlélte négy évvel Kodály, de végül is együtt haladtak az uton ő is végig az orosz népzenét használta föl a zenéjében, azzal együtt, hogy nem otthon élt. Mert gyakorlatilag 21 éves korában kikerült nyugatra, és onnantól ugye Svájc, Franciaország, Amerika volt a lakhelye, mégis a szívébe orosz maradt. Ahogy Bartók fogalmazott, nagyon érdekes, meghallva a, a, a szákrát, a, a tavaszi áldozatot, azt mondta, hogy az a mű az orosz népzene apoteózisa, fölmagasztalása. Tehát ő is ő is nagyon a népzerére építette a, a zeneszerzési munkásságát, épp úgy, mint Kodály, csak másképp. Igen, hát a zenekari művei, a kórus művei, kamarazenei művei, de, és akkor említsük meg a két világhírű balettet, a Tűzmadár Igen. és a Petruska Igen, is egyaránt ebből ezek. táplálkozik. Ez a kapcsolódási pont milyen dallamokat hoz, hiszen most itt kettőről már beszéltünk, mit fog játszani majd a zenekar? na most az egész koncerte, vagy pedig Nem, odan? most csak a Britten és a Stravinsky. A ja, Britten től van. a Simple Symphony, ez magyarra fordítva egyszerűen egy egyszerű szimfónia, ez fiatalkori műve Brittennek, 28-29-ben írta, és ezzel berobbant igazából akkor a, a zenei közéletbe. Ezt mutatjuk be. A stravansky pedig az Apollo Ballet Sweet egy részletét hozzáteszem mindegyik műnek, nem az egész mi fog elhangzani, hanem egy részlete, mert tűnik ezek általában 20-25 perces művek, tehát akkor nem tudnánk több zeneszerzőt fölvonultatni, hanem maximum kettőt, így többet tudunk fölvonultatni, megmutatni. No, akkor... Respigi, Ottorino Respigi, Toszkanini no, kortársáról ö... beszélünk. Igen, Respigi egy különleges eset. Kútjai, ezt talán mindenki ismeri, azt hiszem, hogy ez a szimfonikus költemény egy csoda. Respigi egy különleges eset, mert igazából ő nem annyira a népzene fele irányult, hanem ő a régi művészetek iránt, tehát a reneszánsz és a barokk felé tekintett, és ő ott találta meg azt a dallamkultúrát, vagy vagy témakultúrát, amiből ő merített, és például ez az antik áriák és táncok, ez 16-17. századi dalok, dallamok, táncok feldolgozása. Tehát ő, ő, őre nem lehet ezt elmondani, de pont azt azért mutatjuk meg, hogy Európában nem volt egyforma mindenki, nagyon sokféle út létezett Európában a 20. században. És érdekes, hogy itt egyre több a kapcsolódási pont. Tehát amikor mi visszanyúlunk a régmúlthoz, kiderül, hogy a közelmúltban is találhatunk olyan kortársakat, akik Kodály és Bartókon nőttek fel, barátságot ápoltak velük, és egymást kiegészítették, segítették, figyeltek egymásra. Így van. Igen, igen, igen. Szóval tudtak egymásról. Kodályra is az volt a csodát, és is a jellemző, <coughs> hogy ő látta, hogy mi történik itt, mi történik ott. Ő magának kijelölt egy utat, és azon haladt. Én úgy érzem, hogy a motója és a hangversenyünknek, hogy, hogy, sokan voltak Európába zeneszerzők, akik ezen az úton elindultak, a Kodály, de talán ő volt az egyedül, aki végig is ment ezen az úton. Igen, és akkor Sostakovics. Nem a végén természetesen, hiszen a zeneszerzőként, zongoraművészként, ugye ő is 75-ben halt meg, tehát tulajdonképpen ha úgy tetszik, kortárs ö, zeneszerző volt, és amit stravinsky mondtunk, az illik rá is, hiszen csodálatos zenekari kamara, zenekari darabjai vannak, szimfóniái egyaránt. Igen, hát Stravinsky, is egyébként egy, egy érdekes példa, mert ő rá sem az jellemző, hogy kifejezetten népzenére építette a munkásságát, maximum azt tudom mondani, hogy népzene is, is megfordul a műveiben, Inkább az, hogy a két orosz közt az a különbség, hogy Stravinsky, aki kint élt a 88-89 évéből 60 évet, mégis az orosz népzenéhöz ragaszkodott. Sostákovics otthon élt az életét, igaz, hogy sokkal nehezebb körülmények között, mint Stravinsky, a politika befolyása, nyomása a következtében, ennek ellenére nem ragaszkodott olyan mértékben a népzenéhez, mint Stravinsky, vagy akár Kodály, hanem ő útkereső volt nagyon sokféle dolgot kipróbált zseniálisan, hozzátezem zseniálisan. Úgy gondoltam, hogy őt is meg kell mutatni, mert ő is egy szín ezen az európai palettán. Ugyanakkor ez is egyfajta útkeresés, hogy ahogy elkezdtük, hogy ezt a négy alkotót invitálták meg Kodály mellé. Hogy egészíti ki, illetve hogy egészíti ki számunkra a hallgatók, nézők számára a Kodály művek, a négy zseni műveit? Talán úgy gondolnám, hogy az, ha mást hallgatunk, aki nem, nem hasonlít Kodályra, megerősíti Kodályt. Megerősíti bennünk azt, hogy Kodály, amit tett, az egy hatalmas, hatalmas dolog, hatalmas emlékmű, amire büszkék kell, kell lenni, hogy milyen ké, magyarok és, és a világban kevés ilyen példa van, mint ő. Aki ilyen mértékben a zenei, a zenei születésétől a haláláig végig kitartott a népzene mellett és ilyen magas szinten, magas művészi szinten. Hogy sikerült ide csábítani Fehér Csabát és Kárász Andrást, hiszen két kiváló szólista. Na most szó. hozzáteszem, Kárász András az nekem itt a Herman zenekarban már nagyon régóta, hat éve körülbelül visszajáró, aki ugye fehérvári kötődésű, mert itt tanult annak idején a Herman László zeneiskolába, innen került el. Tehát ő ugyan ma már az Albarilia szimfonikusokba játszik, ott a vezető, elmellett a Herman zenekarba is dolgozik. Fehér Csaba pedig, aki egy kiváló hegedművész, az utóbbi időkben kerültünk kapcsolatba, és megkértem erre a feladatra, amit örömmel vállalt, hogy közreműködik. Miként lehet felépíteni egy ilyen koncertet? Hiszen ehhez elsősorban gondolat kell, utána kiválasztani a megfelelő műveket, hogy egymásra épüljenek. Igen, hát <coughs> én mindig úgy vagyok először, hogy, hogy elvonatúztatom személyektől, tudom azt, hogy van egy adottság, ez pedig a Herman László zenekar. tudom, hogy ez milyen létszámú, milyen összeállítású, tehát eleve ebbe gondolkodva, Megpróbálok valami, valami eszmét felállítani, hogy mi lenne a, a lényeg ennek a koncertnek, és ahhoz keresem meg aztán a szereplőket ez mindig, mindig így történik. Itt, itt úgy gondoltam, hogy attól legyen egy picit más ez a koncert, mint a többi a kodályébe, amelyik zseniálisak. Majd erről szeretnék még egy mondatot mondani, hogy, hogy ne magától értetődő legyen, hogy minden Kodály koncerten kodályművek szólalnak még egymás után. Most egy picit úgy máshogy nézzük, lesz itt is kodálymű? Természetesen. Kodály mű. Hát, és, és mely kodályműveket hallhatjuk, és utána visszaadom a szót. Két kodálymű fog elhangzani, az egyik Fehér Csaba előadásában az a híres Adagio, amelyik 1910-ben született, tehát egész fiatalon írta meg Kodály, de hát egy, egy, egy zseniális, csodálatos mű, amelyet később aztán egy vagy két év múlva méhegedőre, brácsára, illetve Cellóra is átért maga a szerző. És ez már elhangzott épp a múlt héten a Kodály szimpóziumon cselló előadásba is. Ez a Kodály Adagio éppen a fiam adta elő, de most még akkor erről nem is tudtam, amikor mi elképzeltük, hogy hegedűn szólaljon meg. Kárász András előadásában pedig a magyar rondó, Kodály magyar rondó fog megszólalni, amelyik 1918-ban született, tehát még mindig Kodálynak a fiatal korába. De ezek a művek, kivéve az egy Sostákovics, amik elhangzanak, ezek mind a 10 20-as, maximum 30-as évek elejébe születtek. És alapművek ennek ellenére, vagy akár éppen ezért, ha úgy teszik, igaz, hogy ritkábban játszottak. Mondjuk az nem. Hát ezek a művek, például a magyar ronda, ez egy ritkában hallható. Ritkában hallható, ritkán kerül, a, mert ugye megvannak azok a csúnya szóval mondom, slágerművek, amik, amik, mindig előjönnek, Amikor Kodályról van, szak, akkor legyen ez. Ugye? De én úgy gondolom, hogy zseniális mű, technikai, zenei felkészültséget igénylő, és izig vérig népzenére épülő mű. Tehát ez mindenképp. Nos, ha ígéret szép szó, akkor ugye Kodályról nagyon sok minden elhangzott, azt hiszem, hogy nagyszerű volt ez az esztendő, de úgy gondolom, hogy még lehet hozzátenni. Hát hozzátenni nagyon nehéz, mert ez az emlékép, hogy most így visszagondolok, nagyon jól sikerült, igaz, hogy még nincs vége, de ami mindenképp dicséretes, hogy Kodálynak a oszlopos főművei, sarokpontjai megszólalnak, megszólaltak. Tehát a Psalmus Hungaricus, a Budavári Tedeum, a Hári kiváló előadásban, és most december 16-án még a Székelyfonó. Tehát tulajdonképpen egyetlen csodálatos mű, a Missa Brevisza, ami nem hangzik el, amely Kodá időskori műve, és, és, és gyönyörűségek sorát mutatja be. Ez az egy hiányzik, egyébként azt mondom, hogy a főművei megszólalnak, és ez, ez már egy nagyon csodálatos évet takar. Arról nem beszélve, hogy a rengeteg egyéb rendezvényen kisebb darabok, elmélkedések, visz, mindenféle értékelések elhangzottak. Igen, azt hiszem, hogy Székesfehérvár ebben a kérdésben is jó úton jár. A zenei élet az Alba a Szimfonikus Zenekarral, a Hermann László Kamara Zenekarral is teljesnek mondható. Úgyhogy ez köszönet idősebb Major Istvánnak, fiatalabb Major Istvánnak és mindenkinek, aki ebben részt vett. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, és kedves nézőink, mutatom időközben a plakátot is. Ez azt hiszem, hogy egy remek szombatestét ígér, tehát szombaton 18 órakor a Magyar Király Kupola termében Kodály és Európa címmel a Herman László Kamara zenekar hangversenyére kerül sor. Benjamin Britten, Respigi, Stravinsky és Sostakovics mellett természetesen Kodály Zoltán műve is felcsendülnek, közreműködik Fejér Csaba Hegedűn, Kárász András Gordonkán, és a művészeti vezető pedig természetesen idősebb Major István. Köszönöm szépen még egyszer. szépen. Kedves nézőink, ez volt az esti mérleg, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!